bevétel optimalizálási stratégia. És nem azt írtam ide, hogy pénzügyi bevétel, hiszen az MLM-ben én azt gondolom, hogy a bónusz az csak a bevételnek egy része. Ennél ez mellett még vannak nagyon sok olyan bevételi lehetőség, ami azt gondolom, hogy bizonyos esetekben talán még a pénznél is fontosabb. Engedjetek meg, hogy egy személyes történetet elmeséljek. Én kiskoromtól az volt a vágyam, ez volt az álmom, hogy utazhassak és megismerhessem a világot, és ugye amikor kicsi voltam, akkor erre még több szempontból sem volt lehetőség. Ugye az egyik ilyen oka az volt, hogy nagyon lehetett kapni útlevelet. És én akkor 10 évesen eldöntöttem, hogy hát ez csak egy apró körülmény, hogy én nem tudok úszni, és utána a vizet, de hát én mindenképpen a nagy tengerjel hajón szeretnék dolgozni. Akkor nem voltak ilyen luxus utazóhajók, de ilyen teherszállító hajón, és akkor emberként be tudom járni a világot. Tehát az nem zavar, hogy mondom, nem szeretem a vizet és utálok úszni, és megnéztem, hogy mi az, ami a legjobban érdekel engem egy hajón, és hát úgy gondoltam, hogy hát rádióst is leszek. Úgyhogy amikor leérettségiztem, akkor jelentkeztem is a kievi főiskolára, ahol egyedül a szocialista táborba képeztek ilyen rádiós tiszteket. Sajnos nem vettek föl, felajánlottak helyett, hogy elmehetek a Tambovi katonai akadémiára, ilyen páncéltörő tisztek, amivel nem értem, mint lehetőség. És akkor ez a rész akkor abban maradt. Aztán viszont ugye szerencsére ugye különböző változások következtek be itt a politikai rendszerbe, és ugye már csak pénzkérdése volt, hogy valaki utazom. Elég sok helyre el is jutottam, viszont a DX-nél teljesen más világ nyílt meg előttem, ugyanis olyan helyekre tudok eljutni, ahova turisták nem tudnak. Tehát az miatt, hogy DX-nesek a világ legtöbb pontján vannak, és amikor eljutok egy országba, vagy azonban is egy városba, akkor egy teljesen másik arcát tudom megismerni az országnak, sokkal mélyebb, sokkal érdekesebb tapasztalatokra jutok, és nem egyszer ugye olyan helyekre is emlék, ahol esetleg turisták nem akarnának elmenni önszántukból, de viszont mindenképpen ugye több leszek ezáltal, és óriási élmény volt ugye azt mondom az egész családunk részére, amikor mondjuk egy arab DX-es hívott meg a saját házába bennünket, ami az ő kultúrájuk szerint ugye úgy működik, hogy külön van a férfi és külön van a női rész, és ugye így külön váltunk, vagy amikor egy bangladesi üzletépítő hívott meg a saját lakásába egy hagyományos hívócsára, de nem csak az éjjelű találkozások, hanem hangsúlyozom az országot belül is másképp tudom látni, nem csak a turista helyeken keresztül. Tehát én számomra ez egy nagyon-nagyon fontos bevétel tulajdonképpen a DX-e részéről, és hogyha mondjuk ezt te is szeretnéd megélni, akkor igazából ehhez két dolog kell, hogy elég legalább a Crown Diamond szintet, tehát ne Crown-Diamond, csak a Crown Diamond szintet, és hát egy kicsit beszélj angolul, semmi akadályának, hogy most kezded ezt tanulni, és hogyha ez a kettő megvan, akkor a DX-e nagyon sok helyre meg fog téged hívni, és tudsz előadásokat is tartani. Oké, tehát bevétel optimalizálási stratégia. Van egy nagyon érdekes kutatás, néhány évvel ezelőtt találkoztam ezzel, és amikor az üzletről beszélek, én mindig el szoktam ezt mondani, mert nagyon reálisnak, nagyon valósnak tűnik, és nagyon sok ember el tudja magát helyezni benne. Ugye a kérdés úgy hangzik, és itt nem az MLM-ről van szó általában, hogy nagyon sok embert megkérdeztek, hogy mi az elvárása egy üzleti lehetőségtől. A legfontosabb helyen, tehát most pirulítási sorrendeket mondott, a legfontosabb helyen, hogy a kockázatmentes legyen. Azt gondolom, hogy a DX-en üzlet abszolút kockázatmentes, egyetlen egy dolgot tudsz veszíteni, azt a szabad időt, amit erre az üzletre szántál. Semmi más veszteséget ugye nem tudsz elkövetni. Nyilvánvalóan, hogyha rosszul csinálod az üzletet, akkor még van egy másik ilyen veszteség, amit meg tudsz tenni, ugye az, hogy elveszted a barátaidat. Mi erre nagyon odafigyelünk.
figyeltünk, és az elején is ezt tudtuk, hogy szerettük volna, hogy a barátaink ugyanazok legyenek, mint az üzletelők, tehát meg legyenek ugyanazok a barátaink, ezért nyilvánvalóan a barátainknak is elmondtuk azt, hogy mivel fogunk foglalkozni, és néhányan ezek közül a barátaink közül itt is velünk vannak, de jó néhányan nem jöttek el velünk is, ott mindig hogy a barátaink, mert tudtuk, hogy hol van a határ, tehát nem minden találkozó arról szól, hogy milyen fantasztikus a TX-en. A következő dolog az, hogy ami az elvárás volt, egy szép magyarul megfogalmazva, hogy kényelmetlenségmentes legyen. Tehát az emberek alapvetően kényelmesek, és most itt nem a lustaságra gondolok, hanem az, hogy kényelmes dolgokat szeretik. És én azt gondolom, hogy ha nem kényszerítünk rájuk kívülről olyan dolgokat, amiket ők nem szeretnének megcsinálni, akkor ez valóban egy nagyon kényelmes üzlet tud lenni, talán egy kicsit túl kényelmes is. A marketing terv mindenképpen ezt a célt támogatja, hogy mindenki olyan sebességgel építi az üzletet, ahogy szeretné. A következő elvárás az volt egy üzleti lehetőséggel kapcsolatban, hogy elismerést adjon is. Most nyilvánvalóan nem egy MLM-es felmérés volt, itt most nem arra az elismerésre gondoltak, hogy valakinek kapcsolnak egy új szint eléréséhez, hanem hogy adjunk valami pozitív visszacsatolást. Hiszen nyilvánvalóan pénzt csinálni nagyon sokféleképpen lehet, és amit például én megtanultam, hogy nem mindegy, hogy miből csinálunk pénzt. Abból csinálunk pénzt, abból érünk el profitot, hogy valaki már a másik oldalon veszteséget kénytelen elkölteni, vagy abból, hogy az mindenki fél számára egy jó lehetőség volt. Nagyon sok elismerést kaptunk a DX-en-be. Én nem gondolom, hogy másik üzleti modell tud ennyi elismerést adni, és szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy itt nem arra gondolok, amikor egy előadás után megtapsolnak, vagy amikor átveszünk egy új kitűzőt, és felmegyünk a színpadra, hanem arra az elismerésre, ami a hálózat tagjaitól jön, akkor, amikor hálásak azért, hogy megmutattuk nekik ezt az üzletet, megmutattuk nekik ezt a terméket. Tehát ennél nagyobb elismerés nincs, amikor valaki meggyógyul, mondjuk a termékek hatására, vagy pedig éppen a pénzügyi helyzete gyógyul meg, és az élete egy nyugodtabb kerékvágásba tud tovább haladni. Tehát ez az igazi elismerés. Ugye a következő elvárás ugye egy pénzügyi végzettel kapcsolatban mindenkiben nyilvánvalóan benne van az a logikus vágy, ha ez tudatosan nem is fogalmazódott meg benne, hogy hatással legyen másokra, hogy vezető legyen. És hangsúlyozom, hogy most nem egy főnök beosztotti viszonyról beszélek, hanem hatással lenni másokra. Szintén azt gondolom, hogy a network marketing, korrekt network marketing üzlet az, ami ezt igazából tudja, hiszen hogyha te egy jó dolgot képviselsz, akkor az emberek követni akarnak, és azt tesz része, hogy ha vezető akarsz lenni, ha nem, akkor is vezető vagy. És még mindig nem beszéltünk arról, hogy pénzt is várnak az emberek, hiszen a következő még mindig az, hogy jól érezze magát benne. És itt egy nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Ezt én is nagyon határozottan megfigyeltem, hogy az MLM életgörbéje az a legtöbb embernek úgy működik, hogy ugye becsatlakozik, és van benne egy kép, hogy mondjuk ő minimum mennyi pénzt szeretne keresni. Ez mindenkinek nyilvánvalóan más. És addig, amíg nem éri el ezt a szintet, ezt a minimum jövedelmet, addig nagyon-nagyon fontos számára, hogy jól érezze magát itt. Mert ha nem érzi jól magát, mivel még nem érte el azt a minimum szintet, azonnal el tud menni. Azonnal vonzóbbá tud válni egy csillogó ajánlat, vagy egyszerűen csak elfárad. Tehát nekem, mint szponzor, nagyon fontos odafigyelnem arra, hogy az üzlettársaim a lehető legjobban érezzék magukat, egészen addig, ameddig el nem érték azt a minimum szintet. Nem azért, mert utána rosszul érezhetik magukat, hanem mert ugye van egy ilyen fizikai törvény, nem tudom, ki fogalmazta meg, ugye, hogy a reklamációval való hajlandóság az fordítottan is a bónusz mértékével. Tehát minél magasabb valakinek a bónusza, annál empatikusabb tud lenni, és nyilvánvalóan annál nagyobb a tűrés határa bizonyos dolgokkal szemben. Tehát nagyon fontos elvárás volt az, hogy jól érezze magát, és hiszem azt, hogy itt nálunk jól lehet érezni magunkat, hiszen nincs semmilyen kényszer, vagy nincs semmilyen kényszer tevékenység. És csak a legutolsó pont volt az, hogy igen, profitálni szeretnék vele, tehát anyagi profitot szeretnék. Tehát mi lehet, hogy azt gondoljuk, és lehet, hogy azt mondjuk logikusnak, hogy mindenki csak a pénz érdekel, aki MLM-ben akar foglalkozni, és mindenki csak az érdekel, hogy a következő hónapban mennyi lesz a bónusza, de, és én nagyon reálisnak tartom ezt a kutatást,
ez más mond, és az emberek inkább így gondolkoznak, és így élnek. Tehát nem állt, hogy ezzel tisztában vagyunk, és én általában végig szoktam menni ezeken a pontokon, és beszoktam építeni, hogy igen, nálunk a DX-nél ez mind így van, mint hogyha mi csináltuk volna, vagy nekünk csinálták volna ezt a kutatást. De viszont nyilvánvalóan látni kell azt, hogy ez egy üzleti vállalkozás. Tehát, hogyha nem ez, és te úgy gondolod, hogy ez neked a hobbija, akkor ugye azt szoktam mondani, hogy valaki úgy áll hozzá ez a tevékenységhez, hogy neki ez a hobbija, hogy ő nagyon élvezi a csapatát, nagyon élvezi a társaságot, nagyon élvezi a terméket, akkor hogyha hobbiként állunk ehhez, akkor ilyen hobbiszerű jövedelmünk lesz. És mindenki tudja, hogy a hobbiszerű jövedelem az milyen, akinek van hobbija, ugye a hobbiból nincsen jövedelem, van a költünk. Tehát akkor te is a részem üzletbe költeni fogsz, és nem jövedelmed lesz belőle. Tehát, hogyha te profitot szeretnél ebben a dologban, akkor úgy kell rá tekinteni, hogy ez egy üzleti vállalkozás, és azzal kell foglalkoznod, ami a legtöbb profitot termeli. El kell, hogy mondjam neked, valószínűleg nem árulok el nagy titkot, hogy jelen pillanatban a számotokra a legnagyobb profitot az jelenti, hogyha új embereket szólítatok meg. Ilyen egyszerű. Információ kiállomás, ezt termeli a számotokra. Az összes többi az nem. Az nem. Lehet még nagyon sok hasznos tevékenységgel eltölteni az időt, ezt általában ugye ilyen halmaznak nevezni, akkor úgy lehet fogalmazni, hogy alibi munka, de ami profitot termel, az az új embereknek a megszólítása. Erre kell fókuszálni. Ugye, ezt a legjobb az, hogyha megtervezed. Minél jobb napi lebontással. Tehát most neked úgy kellene kinézni, majd következő dia, ugye, hogy optimálisan ugye úgy kellene kinézni a naptáradnak, hogy a jövő heten az teljesen be van táblázva, az az időszak, amit te kijelöltél magadnak, hogy ez az üzleti idő. Tehát azt mondtak például, hoztál egy döntést, hogy neked erre napi 2 órád van, heti 3 alkalommal, és azt mondjuk be lenne írva oda, hogy ez a hétfőn 4-től 6-ig érsz rá DX-nél foglalkozni, szerdán ekkor, pénteken ekkor, és be vannak oda írva erre a 3 napra 3 tárgyalás. Hiszen egy hét előtte legalább tervezni kell. És egy-két hónapra előre be vannak írva neked ezek az üzleti időid, ami neked a legdrágább, ugye? És abban az időintervallum mit fogsz tevékenykedni. Ez volna az optimális. Ugyanis minden normális üzletnél van egy tervezési folyamat. Tehát egyetlen vállalkozás sem működik anélkül, hogy a vállalkozó megtervezni, hogy mit fog csinálni. Ez egy emelem üzlet, nincsen főnököd, nincs, aki nyomás alatt tartson, ezért ezt neked kell önállóan megtenned. De hogyha a te naptárad üres a jövő hétre, DX-nel kapcsolatban, akkor, hogyha most brutálisan őszinte akarnák lenni, akkor azt kell mondanom, hogy hát sajnos akkor nem sok értelme volt annak, hogy eljöttél ide. Mert lehet, hogy hallottál sok hasznos gondolatot, viszont ezt nem fogod tudni használni. Tehát minél hamarabb, ahogy említettem az elején, hozd meg azt a döntést, hogy akkor hány kiáramlásod lesz hetente, vagy naponta, és táblázd be úgy a naptáradat, hogy ezek meg legyenek benne. Ugye egy klasszikus példa, nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy gyakran előfordul az velem, hogy valaki megkeres a hálózatból, és ő panaszkodik, hogy hát ő nagyon dolgozik, de nincs eredménye, és szeretnél segítségemet kérni, és mondjuk nincs aktív felső vonal, tehát segítségemet szeretnék kérni, hogy működjön neki az üzlet. És akkor azt szoktam mondani neki, hogy bocs, nagyon szeretnék segíteni, de nem tudok. Tehát ez, amit kérsz, ez túl általános. Azt javaslom neked, hogy gyere vissza egy hét múlva, és mondd el nekem részletesen, hogy az előző héten mi történt. És akkor tudok neked segíteni. Gondolhatjátok, hogy mi szokott történni. Az emberek többsége természetesen nem jön vissza egy hét múlva, mert mikor vissza kéne jönni, akkor rájön, hogy hát bocs, az előző héten igazából nem csinált semmit. Tehát ilyen egyszerű a dolog. Tehát nagyon fontos, hogy meg legyen tervezve, és neked jelen pillanatban a legtöbb profitod az új emberek behozása jelenti. Új embereknek elmondani az üzleti lehetőséget. Ugye bevétel optimalizálásán tartunk, ne költek ezt túl. Ugye ez így olyan viccesnek tűnik, meg nem is olyan fontos, de igen, nagyon fontos, hiszen ugye a DX-ben nem lehet anyagilag elúszni, mert a cég semmilyen extra dolgot nem vár el tőle, tehát hogyha egy hónapban nem tudod megvenni a 100 pontodat, akkor se dől össze a világ, abban a hónapban nem kapsz jutalmukot, de a pontokat ugyanúgy megkapod. Tehát semmiféle kötelezettség, semmiféle nyomás nem nehezedik rá az üzletben. Én azért ismertem néhány hálózatépítőt másik cégeknél,
És akkor elég komoly aktárkészletet kellett otthon neki fölhalmozni ahhoz, hogy például a kvalifikációját megtartsa, ne essen vissza a pozíciója, stb. Stb. Tehát nagyon fontos, hogy ne költekezz túl. Hogy lehet úgy költekezni? Hát én azt gondolom, hogy ennek két nagyon egyszerű módja van. Az egyik az, hogy elkezded osztogatni a zacskóként a kávét, tehát ugye ennek semmi értelme nincs. És ha mindenkinek adtál, és mindenkitől visszakaptál, amit eddig is tudtál, hogy hát ennek kávéíze van és nagyon finom, de nyilvánvalóan hatását nem tudták megtapasztalni. A másik pedig, hogyha az ország vagy a világ másik részén akarsz elkezdeni szponzorálni, ugye, és akkor ugye utazol fölöslegesen, mikor még a szűk környezetedet sem jártad végig, és nem mutattad meg az információt. Tehát nem kell túl költekezni, viszont mihelyt van bevételed az üzletből, fontos, hogy úgy gondolkozz, hogy ez egy vállalkozás, és forgass vissza ebből az üzletbe. Nem is az első lépés az volt, mihelyt megengedhetünk magunknak a jutalékunkból, fölvettünk egy asszisztenst, akivel már nyilván a feladatokat tudtunk ráterhelni. Sőt, amikor igazából aktívak voltunk, akkor volt olyan, hogy három főállású asszisztenssel dolgoztunk, mert a bevételeinkből úgy gondoltuk, hogy sokkal hatékonyabb és sokkal jobban megint, hogyha visszaforgatunk ennyi pénzt, mert még többet tudunk szponzorálni és még hatékonyabban tudunk dolgozni. Nézzük akkor a marketing tervet, hogy mit kell tudni a marketing tervről. Azon kívül, hogy amit már említettem, hogy Saninak van egy nagyon alapos prezentációja, ahol a számokat bemutatja és mindent elmond nagyon látványosan egy prezentáció keretében, amiről ezután is szeretném kifejezni a köszönetet neki. Ez elérhető a CIA Factory webirodájában is, a DXLMLM YouTube csatornáján is, tehát betöltheted, te is használhatod. Mi az, amit igazából a marketing tervből tudni kell számok nélkül? Az egyik és legfontosabb az, hogy mindenki direktbe szponzorálj. Tehát ez a legfontosabb, és ez lehet, hogy nem tűnik olyan lényegesnek, de higgyétek el, hogy ez a leglényegesebb. Óriási pénzeket lehet veszteni ezen. Nagyon nagy pénzeket. Képzeljétek el, az egyik egy ilyen reklamációt kaptam most, ahogy kijött a Bobusz elszámolás, egy külföldi vezető küldte az e-mailt, hogy hát 1500 euróval kevesebb lett neki a bónusza, mint az elmúlt két hónapból, a forgalma nőtt, és hát biztos valamit elszámoltak a Malány központba, úgyhogy segítsek már én is neki, elküldtem mind a három bónusz elszámolását, és hogy akkor nézzük már meg utána. Ja, nem volt kedvem azt a óriási listát átnézni, egy nagyon egyszerű dolgot javasoltam neki, megkértem az egyik fiúkat, és akkor kigyűjtötte, hogy 20 fajtánként menj a bónusza, meg van neki egy kis nemzetközi üzletel, tehát hogy területenként is, és akkor kijöttek, és akkor visszaküldtem neki ezt az Excel táblát, hogy hol mutatkozik a csökkenés tulajdonképpen, és mondtam neki, hogy nézze meg, hogy esetleg hiányzik onnan, hogy milyennek a csökkenésnek az oka. Úgyhogy rögtön válaszolt is, hogy mindent értelmezést kér. Ugye annyi történt, hogy a legerősebb lába, és ő közötte volt egy ember. Volt egy ember, aki az elején, nem tudom, betette oda ezt a másik ember, és talán az ember, ez nem volt itt a DX-en, és valami is vásárolt, de most valami csoda folytán. Valakitől szerzett egy információt, hogy egyszerűen ezt tette volna kipróbálni a termékeket, és megvette ezt a 300 pontját, és szépen az a vonalnak a jelentős bónusza oda érkezett, úgyhogy akkor így 1500 eurónak annyi havonta. Tehát a lényeg ennek a dolognak az, hogy ez csak egy ilyen apróság, tudod, hogy lehet, hogy az ember belül jó pofa akart lenni, hogyha itt az ember motiváljuk, akkor beteszünk alá egy másik embert. Ugye biztos ettől jobban fog dolgozni, de biztos aktívabb lesz. Nem. Nem fog, viszont nagyon sokat veszített vele a későbbiek folyamán. Jó néhány évvel ezelőtt fordult, én azt gondolom, és nagyon fontos, hogy mindenki direktbe szponzorálj, ugyanis a tapasztalatom azt mutatja, hogy senki helyett nem tudsz felépíteni egy üzletet. Bármennyire is úgy mutatja a matek, hogyha ugye beteszel valaki alá egy vagy két lábat, akkor majd hamarasszal lesz gyémán, és ezáltal te is hamarabb tudsz még egy szintet elérni. Ez valóban matematikailag így működik, viszont bevétel szempontjából ez nagyon rossz tud lenni. Tehát felejtsd el, hogy bárkiért üzletet építesz, senki alá soha nem egy ember, oda tudod adni a támogatásodat, a tapasztalatodat, a munkádat, de embert soha nem tegyél vele senki alá. Soha nem tudhatod azt, hogy kiből mi lesz ebben az üzletben, és mit fog csinálni. Tehát mindenki direktben szponzorálj, lehet,
hogy így később leszel gyémánt, vagy később leszel rubi, de a gyém, nem a gyémánt a cél, hanem az a cél, hogy optimalizáld a bevételeidet, és egy adott forgalomból minél több jusson neked. Hiszen te indítottad rá ezt az üzletet. Úgyhogy mindenki direktbe szponzorál, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanúgy, amikor megszólítasz valakit, sohasem ne szelektálj, ugyanúgy ebben a szempontból se szelektálj, elférnek az emberek. Elférnek, bármennyi direktet lehet, semmiféle limit nincs erre. Úgyhogy bátran szponzorálj direktbe mindenkit. Nagyon fontos az, hogy nem tudhatod, hogy ki kezd el dolgozni. És lehet, hogy azt mondod, hogy itt van a nem tudom milyen néni, aki már 86 éves is, azt se tudja, hogy mi az az MLM, és akkor ő is csak egy törzsvásárló lehet. Igen, ez így van. De lehet, hogy valaki meg fogja látni nála a kávét az asztalon, vagy abban a dermakapszulát, és érdekelni fogja. Nem tudhatod azt, hogy kiből lesz üzletépítő, és nyilvánvalóan ettől a pillanatok idősebb hölgy is üzletépítő lesz, hiszen behozott egy üzletépítőt, aki majd fölépít egy üzletet. Na most képzeld el azt a szituációt, hogyha ezt a példánál nálad ezt az idős hölgyet, te beteszed valaki alá, aki amúgy is aktív, hogy ott az a néhány pont, az még pont jól jönne az a kvalifikációjához. És tehát azzal fölépül egy óriási üzlet. Kimutathatólag euró százakat, vagy akár euró ezeket tudsz, hogy a havonta veszíteni. Nem éri meg. Nem éri meg. Jó? Lehet, hogy egy kicsit később veszel gyémát, lehet, hogy egy kicsit később érsz el új szintet, de megéri. Ugye nálunk is ez hogy nézett ki? Ugye folyamatosan, mivel aktívak voltak, dinamikusan épült az üzlet, de az utolsó évben, amikor ugye elértek a koronavírus szintet, abban az évben aztán 6 vagy 7 gyémántunk lett egy év alatt. Nem azért, mert akkor kezdtünk el azokkal dolgozni, azokkal ugyanúgy 5 évvel ezelőtt kezdtünk el dolgozni, de akkorra értek be. Most lehet, hogy egy alacsony szintet már gyorsabban el tudtunk volna érni, akkor, hogyha pakolgatjuk alájuk az embereket, de nem ez volt a cél. Jó? Ugye ahhoz, hogy optimalizáld a jövedelmedet, egyetlen dologra kell csak úgy odafigyelni, mindig magasabb szinten legyél, mint az alsó vonalat. Ugye ilyen egyszerű. Ezt viszont csak úgy tudod megoldani, hogy a szélességet építesz. Akár még azon az áron is, és néhányszor láttam ilyen problémát, hogy nem hiszel a logikának, hanem annak hiszel, amit látsz. Mondok egy példát, benne vagy az üzletben, és mondjuk behozol egy nagyon jó ember, tehát olyan szempontból jó ember, aki nagyon aktív, aki elkezd alattad sokkal aktívabban dolgozni, és ezáltal hamarabb ér el egy szintet minden. Mi történik ilyenkor? Úgy gondolkozol, hogy hoppá, ez egy verseny, és hát nem lehet, hogy alattad ez az illető magasabb szinten legyen, és ezért elkezdesz bevakolgatni az embereket másik vonalak alá, hogy minél hamarabb utolérd ezt az illetőt. Ennek ugye mi lesz a hatása? Valószínűleg utolérd az illetőt, viszont meg fog állni a növekedésed, mert egy csomó ember a másik vonalak alá tettél meg, és úgymond fölépítettél másokkal a témát üzletet. Nem egy ilyen példát láttam az elmúlt 10 éve, neked nem rövid távon kell magasabb szinten lenni az alsó vonalaidnál, hanem hosszú távon. Jó? Tehát mindenki direkt léptes be. Ugye, amire még oda kell figyelni, a marketing terve, ugye, ez a 300 személyes pont. Nyilvánvalóan semmilyen kötelezettség nincs, és ugye mindig el szoktam mondani, hogy ha valakinek nincs pénze, akkor ne vásároljon. Akkor dolgozzon, és majd ha lesz pénze, akkor majd fog vásárolni. Tehát nem az a cél, hogy valaki erején felé vásárolja meg a 100 pontot. Viszont, hogyha kialakul neki egy üzlete, és megengedheti magának már a 100 pontot, akkor kezdjen igenis arról odafigyelni, hogy a bónuszából szoktassa úgymond magát arra, hogy meglegyen neki a 300 pont értéke, akár úgy, hogy vásárlói lesznek, akiknek értékesíti ezt a terméket, vagy a családba elfogy az a termékmennyiség, de mindenképpen az kell benne lenni úgymond a tudatodban, hogy a 300 pontodnak meg kell lenni. Tehát erre kell úgymond programozni magadat, erre kell odafigyelni, amíg megteheted magadnak, és akkor nincs gond a marketing tervvel. Tehát lehet sakkozni, ugye főleg akiknek ugye nagy családjuk van,
ugye beléptetik esetleg a gyerekeket, és akkor oda is tesznek pontokat, kalkulálgatnak, stb. És akkor lehet azzal ugye játszani folyamatosan, hogy oké, megvan a 100 pontom, és akkor majd ugye a nem kvalifikált star agentek ugye összedobják a másik 200 pontot, és akkor ez így nyugi, nincsen nyugalom. Tehát én jó néhány vezetőt láttam csodálkozva a bónusz elszámolást megtekintve, hogy hát hoppá, mégse lett meg az a másik 200 pont a nem kvalifikált star agentek közül, mert valaki éppen még, akire nem számítottunk, az éppen kvalifikált, és akkor így nem lett meg a 100 plusz 200 pont, amit ugye a marketing elvárt. Tehát igenis tanítsuk meg a hálózatunknak, hogy 300 pont, amit van egy komolyabb hálózatunk, és akkor nincs vele probléma, hogyha ezt minden hónapban megveszünk. Sőt, el kell, hogy mondjam, hogy a szélességet építesz, és mindig direktbe hozod be az embereket, akkor az összes többi szabályra se kell odafigyelned. Ugye most beszélhetnék ilyenről, de elég késő van, és a tekintetekből azt látom, hogy elég sok információ hangzott el itt a mai folyamán. Tehát nem szeretnék most ilyen, hogy működik vezetőszinte, két gyémánt fölött a kölcsönadás, például automatikus kölcsönadás, meg ilyen egyéb dolgok. Nem ez a lényeg, 300 pont legyen meg. Ugye, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy ugye a DXM marketing tervének van egy olyan nagyon fontos előnye, hogy azok az emberek, akik alattad vannak, és nem jogosultak bónuszra, azok ugye utána te kapod meg a bónuszt, mint hogyha a saját vásárlásod lenne. És ez egy nem elhanyagolható tény. Tehát itt arra gondolok, hogy ezért éri meg behozni egy olyan törzsvásárlót is az ötletbe, aki csak havonta két kávét vásárol, vagy csak egy kapszulát, tehát biztos vagy benne, vagyis legalább ő biztosabban, hogy nem fogja elérni a 100 pontot, ugyanis ez neked jutaléki fizetés szempontjából saját vásárlásnak fog minősülni. Nem kvalifikáció szempontjából, hanem jutalék elszámolás szempontjából. Tehát a kvalifikációnak meg kell lenni. Viszont ugye esélyt ad arra, hogy ezek az emberek önállóan tudnak rendelni. Tehát nem szorulnak arra rá, hogy minden hónapban te menedzseled az ő rendelésüket, mivel ők nem tagok. Tehát nagyon lényeges, hogy ezzel nagyon komolyan lehet számolni. Arról nem beszélve, hogy ennek például egy csomó versenykiírásnál szintén jelentősége van, hiszen ugye mind az utazási pontoknál ez fölcsúszik úgymond és saját forgalomnak minősül, mint pedig ugye a kár program is ez alapján számol és ez alapján fizet. Ugye fölmerül a kérdés az, hogy mennyit lehet ezzel az üzlettel keresni. Ugye a jó hír az, hogy ez nincsen limitálva. Tehát hát igazából ennek az összeg elképzelésének csak a te fantáziád és a munkád szabhatár tulajdonképpen, semmi más. Óriási piaci lehetőség van ebben az üzletben, és tényleg úgy van felépítve a jutaléki fizetési rendszer, hogy a lehető legkorrektebb módon a valós munkát ismeri el. Én azért beszélgettem egy-két üzletépítővel, egy-két klónambaszadorral, akik mögött azért sokkal nagyobb forgalom áll, mint az európai forgalom, és hát hihetetlen jövedelmeket lehet tulajdonképpen ebből összehozni, és ami lényeg, hogy semmilyen szinten nem függ attól, hogy a szponzorod, vagy akár bárki más a DXM-nél mennyire keresett. És ugye ami még nagyon fontos, hogy a DXM nem klónambaszador szintig van. Tehát onnantól kezdve, hogy eléred a klónambaszador szintet, csak egyetlen egy dolog változik, hogy jelenlegi karrier szabályozás szerint nem kap több kitűzőt. De ugye a 21., 22. és sorolhatnám tovább, bármelyik gyémánt lábadat is a DXM kifizeti ugyanazzal a jutalék elszámolással. Ugye erről már beszéltem a stabilitás stratégiáról, az, hogy minél nagyobb szélességed legyen, és ezáltal ugye ezek a belépők, ha lehet, minél különböző légiókból jöjjenek, tehát akár egy országon belül, vagy pedig bátran lép ki a nemzetközi rendszerre, nemzetközi porondra. Nagyon fontos tudnod, hogy ahogy említettem az elmúlt blogban, igazából erre sok esetben nem is vagy hatással. Tehát, hogyha már van egy meglévő hálózatod, előbb-utóbb abban a hálózatban lesznek külföldi üzletépítők is, és anélkül, hogy te akarnál, a hálózatod szépen el fog kezdeni növekedni külföldön is.
De a stabilitás szempontjából a legeslegfontosabb, hogy mindenkit, akit tudsz az üzletbe, regisztrálj be magad alá, és mindig direktben. És hát nyilvánvalóan ez egy ilyen frázis, de nagyon valós és lényeges dolog, hogy itt a DSM-nél a jövedelmed, most csak a befektetett munkád mennyiségén, és ugye a minőségén múlik. Én egyébként el is intézem a marketing tervet, mert hiszem azt, hogy nem attól leszel sikeres, hogy tudod a számokat, hanem attól, hogy aktívan dolgozol. És hangsúlyozom, egyetlen egy dologra figyelj csak oda, hogy mindenkit direktbe hozd be az üzletbe. Ezt fogad meg, sem más, ezt az egyetlen egy dolgot fogad meg, és minél több embert hozd be az üzletbe, hiszen abból a nagy számból, akit behozol ebbe az üzletbe, neked csak 20 ember kell találnod, vagy akár még azt is kell pontosan, hogy nem neked, ezeknek a vonalaknak csak 20 olyan vonalnak kell lennie, úgymond, aki talál valahol mélységbe, különböző lábon egy-egy olyan ember, aki önállóan akar dolgozni. És ez a lényeg. Ugye előfordulhat az, és ezt mindig el szoktam mostanában mondani, mert egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lesznek olyan emberek, akik nem akarnak veled együtt dolgozni. És ugye tudnod kell az, hogy te nem vagy nekik a főnökük, és meg kell tanulni őket úgymond elengedni. Tehát, hogyha valaki nem akar veled dolgozni ebben az üzletben, akkor nem szomorúnak kell lenni, hanem örülni kell, hiszen több szabad idő lesz. És hogyha nem is akar veled együtt dolgozni, és nem is akar veled találkozni, te megnyugodhatsz, mert te minden hónapban találkozni fogsz vele, legalábbis a nevével, a bónusz elszámolásoddal. Tehát minden hónapban ott lesz az a sor, hogy az XY-ban ott van, és az is ott lesz, hogy mennyi profitot termelt neked, abból a bizonyos bónusztípusból, tehát te kapcsolatban maradsz vele, és az pedig, hogy ő nem igényli a te segítségedet onnan, az miért nem kell szomorúnak lenni.